nektek tapsit a bátor nyuszit? Nem? Ma este az ő kalandjáról fogok nektek. Ismered? Új kalandról fogok mesélni nektek, figyeljetek. Az a címe, hogy Tapsi koma hátas lova. Tapsi meglátogatta opposszumékat. Beszélgettek erről, arról, és mint mindig, most sem tudta megállni, hogy ne csúfolja ki Ravazdit, a rókát. Atyám éveken át lovagolt Ravazdin, dicsekedett. Egész jó hátas ló volt. Oposszumék jót nevettek a tréfán. Nem hisszük el, mondták. Mutasd meg, hogyan csinálta. Nos, Tapsi komának nem kellett sok, már is készen volt a terv. Amikor másnap Ravazdi elment az ajtaja előtt, kiszólt neki. Kérlek, segíts rajtam, Ravazdi. El szeretnék menni oposszumékhoz vendégségbe, de nagyon fáj a lábam. Elvinnél a hátadon? Ravazdi úgy vélte, hogy most majd jól megleckészteti Tapsit, ezért ráállt a dologra. Nyerget vett a hátára, kantárt húzott a fejére, és útnak eredt. Csendben haladtak egy ideig, amikor Ravazdi megkérdezte. Mondd csak, miért izegsz, mozogsz annyit, Tapsi? Ó, csak a kengyelt veszem rövidebbre, válaszolta mosolyogva Tapsi a bajusza alatt. Valójában egy pár hegyes sarkantyút vett fel. Azután, amikor oposszumékhoz értek, Ravazdi a földre akarta dobni Tapsit, de az úgy megsarkantyúzta, hogy tánclépésben galoppozott végig a házhoz vezető ösvényen. Tapsi koma leugrott, kikötötte Ravazdit a korláthoz, még mielőtt az bosszút állhatott volna. Tapsi odasétált oposszumékhoz, akik szóhoz sem jutottak a meglepetéstől. Ugye milyen jó hátasló? Mondta nekik elégedetten. Még jobb lesz, meglátjátok, hogyha betanítom. Itt a vége. Puselvélet.